Hálát adunk neked, Szentlélek Isten, hogy a te jelenléted összeköti az embert, azt az embert, aki nem találja helyét ebben a világban, nem találja meg a társát, az ő atyafiát. Eljöttél, hogy minket egybefűzzél, egy értelemre elvezessél, egy akarattal megajándékozzál. Hálát adunk azért, hogy a gyülekezet úgy jöhetett létre, miután te ezen a földön uralkodni kezdtél. Addig nem is lehet egy gyülekezet, és ma sem lehet igazi, élő gyülekezet a te jelenléted nélkül. Ezért könyörgünk hát hozzád, hogy a mi közösségünket is áld meg. Engedd, hogy felismerjük, ha éppen a hiányod az, amit fel kell ismernünk, és küszködjünk és könyörögjünk azért, hogy ez megszűnjön az életünkben, vagy pedig éppen jelenlétedért adjunk hálát, és használjuk ki azt a kiváltságot, hogy a Szentlélek vezetése által élhetjük az életünket. Segítsél meg bennünket az ige útmutatását is megérteni, hogy attól szentebb és igazabb legyen a mi egyéni és közösségi életünk. Amen. Néhány sort olvastam Gyökösi Endre Szentlélekről szóló tanulmányából, ahol egy lehetséges párbeszédet képzelt el egy fiatal kérdezősködő és az ő lelkipásztori tudása válaszai között, hogy mi a pünkösd és
mikor, mi történt az első pünköstkor, ilyenekre adott kérdést, és az egészet egyféle rádió adóhoz hasonlította, az adás a mennyből jön. A gondolatokat most folytatni szeretném, Gyökösi Endre így írja. Valahogy így kezdeném a magyarázatot pünkösdről, amiket hallottunk délelőtt. És ha ez a mai fiatal tovább érdeklődne, na jó, hát ebből most már valamit sejtek, de mi volt az eredménye ennek a nagy adásnak? Az lett az első hatása, hogy az emberek a nagy adónak és nagy adásnak egy relé állomása keletkezett Jeruzsálemben. Az első kis relé állomás a világon. Megalakult az első gyülekezet, az első egyház, amelyik fogta ezt az adást, és attól kezdve sugározta tovább. Azóta már sok százezer és sok millió ilyen relé állomás keletkezett. Ezt a mai fiatal is megérteni, de azt is tudom, úgy érzem, hogy egy kicsit talán behúzná a nyakát, és azt mondaná, Vandi bácsi, nekem azért vannak fenntartásaim és bizonyos elképzeléseim az egyházról. Azért vannak ott bajok. Igazad van, édes gyermekem, felelném, de azt is hozzátenném, ugye már hallgattál úgy rádióadást, hogy az recseget, ropogott, meg befütyült, és valakinek a beszéde is belehallatszott, de te mégis végig hallgattad, mert kíváncsi voltál egy színdarabra, talán egy zenedarabra. Közben bosszankodtál, hogy nem tiszta az adás, de mégis hallgattad. Így van ez 2000 év óta az egyházal. Ezek a kis relé állomások néha befütyülnek, néha átengednek más furcsa hangokat, sokszor nem tiszta az adás, de mégis van adás. És hogyha van komoly bizonyíték amellett, hogy azt az első relé állomást, azt az első gyülekezetet, az egyházat nem emberi akarat szülte, hozta létre a világon, hanem az a felső erő, felső hatalom, a bizonyíték az, hogy íme 2000 évet kibírt. 2000 éve recsegve, ropogva, külső hatásokat is felvéve, minden viharra érzékeny, de sugározza az adást, hol tisztán, hol kevésbé tisztán. Nincs még emberi intézmény, ami 2000 évet kibírt volna, minden vihart kiállva. Ebből is látszik, hogy ott tényleg egy felső erő volt az első adás, és azóta is. Ha az a fiatalember még azt kérdezné tőlem, hogy ennek a 2000 év óta szüntelen sugárzó nagy adónak mi a műsora, akkor egyszerűen azt felelném, hogy szüntelen ugyanaz. Nem változik. Ez a titka, ez az ereje. Ennek a nagy, nagy adónak, Isten adásának, sugárzásának a műsora mindig Jézus Krisztus. A Szentlélek mindig Jézus Krisztusról beszél. Ő dicsőíti. Jézus Krisztusra mutat. Egy másik hasonlattal azt mondanám, hogy ahol Isten szent lelke áradni kezd, ott tulajdonképpen mindig ugyanaz történik, ami legelőször, amikor Krisztus fogantatott és Krisztus született. Thank you.
Folytassuk a Korintusi Levél 12. fejezetéből azt a kis ismeretet, amivel a pünkösd és a gyülekezet kapcsolatát fogjuk még jobban megismerni. Az első Korintusi Levél 12. fejezetéből a 12. versen kezdem olvasni az igét, a 27. versig. Mert ahogyan egy test, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része-e? És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része-e? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így már sok tagja van, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rám szükséged, vagy a fej a lábaknak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg, a test gyengébbnek látszó tagjai nagyon is szükségesek, és amelyeket a test kevésbé nemes tagjainak tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek ékesség nélküliek, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. A becseseknek azonban nincs erre szükségük, Isten így szerkesztette a testet egybe, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És ha így szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Ha a dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai.
Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, ebben az igehirdetésben arról szeretnék szólni, ami felfoghatatlan szinte, hogyan lehet egység a különbözőségben. Hogyan lehet a sokféleség mégis egy összetartó erővé. Istenről úgy látjuk a Bibliából, hogy nem a sablonok istene, hanem a különbözőségé. Ezért nincs egy univerzális gyümölcs, hanem van alma, körte, szilva, megy. Ezért nincs valami univerzális madár, csak fecske, hanem van veréb és fülemüle és pingyőke, és ezért nincs valami univerzális virág, például csak rózsa, de van szegfű és viola és árvácska. Ez a sokféleség, ez a különbözőség teszi változatossá az őszi gyümölcsszedés asztalát. Ezért olyan tarka, hímes a rét. Ezért zeng úgy az erdő, mint valami csodálatos énekkar, amikor a madárdaltól hangos az erdő. Ezért nincs valami univerzális ember sem, hanem vagyunk. Te és én és ő és mi. Csupa egyéni műalkotás. Istennek egy-egy remege mindnyájan. Isten akarja sokféleséget. Ez látszik a természetből. De nem akarja, hogy a világ sokfelé szakadozzon. Mert a kettő különbözik egymástól. Nem bújtat semmit világ uniformisba, ahogy láttuk az iménti példákon, a különbözés ellen nyilvánvaló legyen övéinek egysége. Látszódjon, hogy egymáshoz is tartoznak azok, akik Istenhez tartoznak. Isten legyen a közös nevező, és akkor a sokféleség egységé tud formálódni, erősödni. Ezt olvasok az kezdő 12. versben. Ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test. Ugyanúgy a Krisztus is. Ez a teremtés rendje tehát a világban. De nem csak a világban, az egyházban, a gyülekezetben is. Ez az igényben látszik, hogy különböző alapokra fel lehet építeni különböző testrészekre, testrészekből felépül maga a test. A sokféleség, a testrészek sokfélesége egy egységet alkot és létrehozza a testet. Ez a gyülekezet, amelyhez írja ezt a levelet Pál apostol, ahogy korábban is említettem, nem zsidókból, hanem pogányokból levő gyülekezet volt, egy nagyon heterogén különbözőségek, sokféle különbözőséggel bíró közösség, ezért mondja is Pál apostol, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok és mindnyájan, egy lélekkel itattattunk meg. Feltárja tehát Pál apostol azt a sokszínűséget, amit ez a gyülekezet képviselt, de ugyanakkor hozzáteszi, hogy ennek az egésznek az alapja, összefogó ereje az a lélek, az a pünkösdi lélek, akivel megitattattunk, aki által egységet képezünk. Voltak ott tehát faji megkülönböztetések, hogy zsidó vagy görög, mert nyilván zsidók is voltak közöttük, társadalmi különbségek, urak és szolgák, olvastuk, vagy éppen különböző csoporthoz tartozó, egyik Pálnak, másik Kéfásnak, harmadik Apollósnak a pártján volt, vagy voltak olyanok is, akik a lelki ajándékokban különböztek, kinek a hit, kinek a bölcsesség, kinek a csodatevő erő, kinek a nyelveken szólás adatik. Nem ez a különbözőség volt a baj ott Korintusban, és sehol sem, a sokféle talentum, sokféle lehetőség adódik egy közösségben. A baj az volt, hogy nem fordtak egységbe, legalábbis nem mindnyájan. Széthúztak. A sokféleséget sokféleségnek élték meg, és nem egységnek. Vajon csak a Korintusban, csak a korintusi gyülekezetben volt ez probléma? Ma elmondhatjuk, hogy egy test a gyülekezet, egy test az egyház. Nézzük meg az okokat, hogyha nemleges a válaszunk erre, miért nem egységes az egyház, miért van széthúzás a gyülekezetekben. A gyülekezetünkben.
esetleg. Az első legmélyebb ok talán, itt ismét a 12. verset olvasom, ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is, tehát az egész furcsa, hosszú, komplikált logikát Krisztusra vezetik ki Pál apostol. Visszatérve tehát a kérdésünkre, a legmélyebb ok a sokféleségre és a széthúzásra az, hogy nem gondolunk Krisztusra. Ha a test sérült, jelentkezik a fájdalom. Jelzi, hogy baj van. De nem csak a sebünk fáj, hanem a fejünk is fáj. Sőt, a fejen keresztül érezzük a fájdalmat. A seb jelez a fejnek, a fej pedig érzékeli azt, hogy ott valahol baj van. Ha a gyülekezet minden baja, tehát, vagy a gyülekezetnek minden baja, tehát fájdalmat okoz a főnek. Ha sérül a gyülekezet, ha széthúzás van a gyülekezetben, az nem csak nekünk, akik átélik, nem csak azoknak, akik átélik, fáj, hanem fáj a Krisztusnak is. Fáj a főnek. Különösen tehát a széthúzás. Ezért imádkozik egységért a főpapi imájában Jézus, hogy egyek legyenek, miként mi is egyek vagyunk az Atyával. Imádkozik a szentségtelenség ellen, amikor majd Pál apostol szavaival odaáll a mennyasszony az ő vőlegény elé, megtisztítja annak ruháját az ő vérével, hogy ne legyenek azon ráncok, szeplők, vagy valami aféle a szentségtelenség szemetére, foltjaira gondol és utal itt Pál apostol. Vagy éppen a közöny köde az, ami fájdalmat tud okozni a főnek. Amikor nem érdekel semmi, amikor vagyok, hogy legyek, és nem azért vagyok, hogy tegyek valamit, a közöny, a közömbösség gyilkos erő tud lenni a gyülekezetben is. Belátható tehát. Másként élnénk, ha gondolnánk arra, hogy Krisztus a gyülekezet test, hogy a gyülekezet a Krisztus teste, hogy Krisztus a fő, hogy minden, ami itt történik, vele is történik, hogy minden, ami itt fáj, neki is fáj. Gondoltuk már erre. Sajnos a gyülekezet egy megszokott közösségi csoportosulás a maga rendszerével és rendjével, de jó lenne egyszer arra gondolni, hogy mi vagyunk a test, és ő a fő. És ha mi egységben vagyunk, a fő boldog. Ha mi széthúzzunk, a fő szomorú. A másik probléma, keveset gondolunk arra, amiben egyek vagyunk. Így folytatódik a 13. versen az alapigénk, hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk. Ez, ami összeköt bennünket. Tehát legalább annyit kell arra gondoljunk, ami összeköt, mint amennyit gondolunk arra, ami szétválaszt, amit kritikusan szemlélünk a másik emberben. De pozitívan is szemlélhetjük, hogy ő is ugyanazzal a lélekkel itattatott meg. Akkor is, hogy ezt olykor másképpen éli az életét. Sok minden elválasztott tehát, de nem kevesebb az, ami összeköt bennünket. Egy az Isten mindnyájunknak atya, nincs más megváltó, egy a lélek. Így összegezhetnénk az Efézusi Levél 4. fejezetének szavait, amelyeket jól ismerünk, egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is, egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, és egy az Isten és atya mindeneknek. Ez a közösség, ez az egység tehát az, amire gondolnunk kell, hogy ebben az isteni közösségben mi magunk is egységben kell legyünk. Mennyivel nagyobb dolgok azok, amik összekötnek, mint azok, amik elválasztanak? A reménység, az öröm, a boldogság, és az, aki adja ezeket, Isten mindjártnak adja, a megváltó Krisztus és a megerősítő Szentlélek. Ha többet gondolnánk arra, ami összeköt, akkor hamarabb meg tudnánk érteni egymást. Érdemes megpróbálni. Harmadszor nem gondolunk arra, hogy egymásra vagyunk utalva. Az alapigénk szerint, a 14. és 21. versben, a test sem egy tagból áll, hanem sokból. És nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rá szükségem, vagy fej a lábaknak, nincs rátok szükségem.
A tagok értéke nem önmagukban van, hanem az egészhez való viszonyukban. Önmagában tehát kevés mindegyik, de az egészben részt foglaló, elfoglalt helyében értéket nyer a szem, a kéz, a láb, mindegyik. Önmagában semmi sem, egyik sem tudna igazából értéket képviselni. Mit érne egy szem magában, egy száj, egy fül, bármi, önmagában nem tud hatékony lenni, nem tudja betölteni küldetését. A tagok is egymásra utaltságra vannak teremtve. Ezért egymásért gondolkodni, vagy gondoskodni egymással, élni egymásért igaz. Erre is áll, amit Isten úgy mondott, Isten igéje úgy mond, hogy amit Isten egybe szerkesztett, azt ember el ne válassza. Nem csak a házasságra, de a gyülekezeti kapcsolatra is érvényes ez a mondat. Isten egybe szerkesztett bennünket, egy testé formált, ember azt el ne válassza. És gondoljunk arra tehát, hogy egymásra utaltan, együtt vagyunk a test. Külön-külön, semmi, senki nem ér semmit. És végül még azt is el szeretném mondani, hogy a lelki ajándékokkal kapcsolatosan nem szabad tárgyulagosan értékelni azokat. A 22. versben, ti a Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Az embert kétféle kísértés fenyegeti. Az egyik az, hogy kevésnek tartja azt, ami az övé, és soknak azt, ami a másé. Na, ilyenkor születik meg az irítség, vagy megfordítva az alacsonyabb rendőrségi érzés. Nekem nincs semmi, neki meg van mindenek. Ez nem feltétlen pénzügyileg gondolok, hanem akármilyen értelemben talentumokra, vagy ha úgy tetszik a Szentlélek ajándékaira, a karizmákra vonatkozóan. Nekem nincs semmi, neki pedig milyen sok van. Ezzel lehet irigykedni. A másik pedig pontosan fordítottja, amikor valaki túlbecsüli önmagát, és lenézi a másikat. Ebből lesz aztán a gőg, az úrhatnámság és alkalmatlanság arra, hogy az Isten országát építse valaki. Egyik sem jó. És amikor azt olvastuk, hogy ti Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai, azt látjuk, hogy ez a sokféleség ebben az egységben meghozza az egyformaságot is, pontosabban a rangban, értékben való azonosságot. Nem szabad tehát se magunkat alábecsülni, magunkat se alábecsülni, se túlbecsülni, és viszont a másik testvért sem. Ez volt a mi pünkösdünk. Túlnyomó részt a Szentlélek és a gyülekezet kapcsolatából volt alkalmunk hallani gondolatokat. Isten igéje ebbe az irányba vezetett. Hadd kérdezze meg itt a végén, hogy van-e szerepem nekem, vagy éppen neked testvérem abban, hogy a gyülekezetünk nem együttélő, nem együttörvendező, vagy éppen együtt szomorkodó test? Vagy megfordítom a kérdést, van részed abban, hogy a gyülekezet, amelynek tagja vagy, együtt örvendezzen, együtt szomorkodjon, együtt reménykedjen, együtt magasztalja Istent? Hiszen azért vagyunk. Azért lettünk egy testé, hogy a fő vezetése alatt a lélek egységében a sokféleséget, amit Isten teremtett, mégis értékessé tegyük. Egybe szerkesszük, egyek legyünk. A pünkösd lelki adja, hogy ez valóságra legyen. Amen. Szentlélek, jöjj, lobogó láng, Szentlélek, jöjj, a világ vár. Szentlélek, jöjj, viharos szél, jöjj, áradt szél. Szentlélek, jöjj, lobogó láng, Szentlélek, jöjj, a világ vár. Szentlélek, jöjj, viharos szél, jöjj, áradj szél. Jöjj el élő vízforrás, jöjj a szívünk téged vár. Jöjj ki fényt adsz lelkünknek, jöjj úgy várunk rá.
után. Szentlélek, jöjj, lobogó láng, Szentlélek, jöjj, a világ vár. Szentlélek, jöjj, viharos szél, jöjj, árad szél. Jöjj, igazság forrása, jöjj, imádunk mindnyájon. Jöjj, reményünk élesztve, jöjj, kegyelmeddel. Szentlélek, jöjj, lobogó láng, Szentlélek, jöjj, a világ vár. Szentlélek, jöjj, viharos szél, jöjj, árad szél. Jöjj a népen, gyűjtsd egyben, jöjj az alvót ébreszt fel. Jöjj a bűntől, tisztíts meg, bátoríts minket. Szentlélek, jöjj, lobogó láng, Szentlélek, jöjj, a világ vár. Szentlélek, jöjj, viharos szél, jöjj, árad szél. Szentlélek, jöjj, lobogó láng, Szentlélek, jöjj, a világ vár. Szentlélek, jöjj, viharos szél, jöjj, árad szél. Szentlélek, jöjj, lobogó láng, Szentlélek, jöjj, a világ vár. Szentlélek, jöjj, viharos szél, jöjj, árad szél. Szentlélek, jöjj, lobogó láng, Szentlélek, jöjj, a világ vár. Szentlélek, jöjj, viharos szél, jöjj, árad szél. Szentlélek, jöjj, lobogó láng, Szentlélek, jöjj, a világ vár. Szentlélek, jöjj, viharos szél, jöjj, árad szél. Szentlélek, jöjj, lobogó láng, Szentlélek, jöjj, a világ vár. Szentlélek, jöjj, viharos szél, jöjj, árad szél. Örökkévaló Isten, bocsásd meg az emberi gyarlóságunkat, amely Korintus óta kísérti a keresztényeket. Széthúzunk, szétnézzük, szétfeszítjük szinte azt a közösséget, amelynek Krisztus a feje. Önmagunkat vagy alá vagy fölé értékeljük, és így teszik a másik emberrel is. És ezáltal azt a gyönyörű sokszínűséget, amit teremtettél, ahelyett, hogy egységbe forrasztanánk, még tovább tagozódjuk, tagoljuk. Bocsáss meg ezért, Urunk, Istenünk, mert nem kéne ennek így lennie. Pünköstkor kaptuk a lélek egységesítő jelenlétét, hogy vele itattassuk meg mindnyájan, hogy ezáltal egységé legyünk. A sokféleség megtartása mellett egy irányba haladjunk, egy dolgot akarjunk, méltóképpen dicsőíteni és magasztalni téged. Engedd, hogy ez a pünköst nem múljon el emlékek nélkül és örömök nélkül, és annak a meggyőződése nélkül, hogy mi is részesedtünk a Szentlélekben, nem most, vagy nem csak most, hanem megtérésünktől kezdve, nap mint nap bőségesen árasztod reánk. Legyen hát a mi új, megújult életünk ennek a pünkösnek, a mindenkori pünkösnek a hozadéka. Amen. Thank you.
Ha kíváncsi vagyok, hogy mit jelent a Szentlélek szó, akkor hol kezdjem a keresést? Rögtön a Biblia legeslegelső oldalán, ahol a teremtés előtti világ sötét és kaotikus helyként van lefestve. De a káosz fölött ott lebeg Isten lelke, készen arra, hogy életet, rendet és szépséget alkosson. De mi az, hogy Isten lelke? A Biblia a nagybetűs lélek szóval utal Isten személyes jelenlétére. A héber szó erre a ruach. Ruach? Ja, köszörüld a torkod a végén. Jó, de mi ez? Maga a ruach kifejezés sok dolgot jelenthet, de ami mindegyikben közös, az az erő. Hogy az erő? Hát van egy láthatatlan erő, ami mozgatja a felhőket az égen, vagy ringatja a faágokat. Ja, a szél. A héberben ez is ruach. Okay. Most vegyél egy mély levegőt. Érzed, hogy benned van? Mi a levegő? Most kifejezetten az erőre gondoltam, a testedben lévő energiára, amit egy mély lélegzetvételből nyersz. Ez is a ruach. És ez ugyanaz a szó, mint amit a Biblia Isten személyes jelenlétének leírására is használ. Ahogy a szél és a lélegzet láthatatlan, úgy Isten lelke is láthatatlan. Ahogy a szél erős, úgy Isten lelke is erős. Ahogy a lélegzet életben tart minket, úgy tart fenn Isten lelke is minden életet. Aha. Ruach. Sőt, ha haladunk a bibliai történetben, azt látjuk, hogy Isten ruachja különleges erőt ad az embereknek bizonyos feladatokhoz. Az első, akivel ez megtörténik, nem más, mint József. Isten lelke képessé teszi, hogy megmagyarázza az álmokat. Aztán ezt megtapasztalja egy Becalél nevű művész is. Isten lelke bölcsességet és tehetséget ad neki. Kreativitást kap, hogy gyönyörű dolgokat készíthessen a szent sátorba. Aztán Isten ruachja egy csoportot is felruház hatalommal, a prófétákat. Ők ezáltal Isten szemszögéből látják a világtörténelmet. Pontosan. Szóval a proféták szerint a baj az, hogy bár Isten ruachja egy igazán jó világot teremtett, az emberek engedtek a gonosznak és igazságtalanságuk által, a káoszt is beengedték a világba. Egy újfajta káosz. Igen. És a proféták azt mondták, hogy Isten lelke újra eljön, mint a teremtés könyvének elején, de ezúttal azért, hogy átformálja az emberek szívét Isten és mások szeretetére. De mégis hogyan? Telnek-múlnak az évszázadok, és eljutunk Jézusig, akinek a küldetése kezdetén egy gyönyörű képpel találkozunk, amikor is Jézus megkeresztelkedik a Jordán vizében. Megnyílik az ég, és Isten lelke leszáll, és megpihen rajta, mint egy madár. A történet szerint Isten lelke erővel ruházza fel Jézust, hogy megkezdje a világ újjáteremtését. Ezt látjuk, amikor betegeket gyógyít, vagy megbocsátja a bűnöket. Életet teremt ott, ahol addig halál volt. De végül Izrael vallási vezetői szembefordultak Jézussal, és megölették őt. De még itt is Isten lelke működik. Az első tanítványok, akik látták a feltámadott Jézust, azt mondták, hogy Isten lelkének ereje támasztotta fel őt a halálból. Ez az újjáteremtés kezdete. Igen, és ez azóta is tart. Mikor Jézus újra megjelent a követőinek, rájuk lehelt, és azt mondta, vegyetek szent lelket. Nem sokkal később pedig Isten lelke kiárat minden tanítványára. Hogy ők is az újjáteremtés részesei lehessenek, megoszthassák az örömhírt és megismerjék, milyen Isten lelkének ereje és hatása alatt élni. Tehát Isten lelke ma is a sötétség felett lebeg. Igen, és Jézusra mutatva átformálja és képessé teszi az embereket Isten és mások szeretetére. A keresztények reménye az, hogy Isten lelke véghez viszi ezt a feladatot. A Biblia egy látomással fejeződik be egy új emberiségről, amely egy olyan új világban él, amit áthat Isten szeretete és életet adó lelke.